Nagyon jó idő van, hallhattuk már Solti Szabinától, hogy jó időnk lesz majd, és gyakorlatilag országszerte miatt nyitnak is a strandok. Egy strandon ott van például Raffa Jemőke is. Szervusz, jó reggelt kívánok! Hol vagy éppen? Vannak-e már akár fürdőzők? Szia, jó reggelt kívánok! Köszöntöm a napindító nézőit. Sajnos még nincsenek fürdőzők, hiszen reggel 9 óra 50 perc van, de már most 24-25 fok van, és a hétvégén 28 vagy akár 30 fokra is lehet számítani. Reméljük, hogy ma azért a háta mögötti medencék meg fognak telni. Itt vagyunk a Lővér strandon, és itt van mellettem Fekete Richárd. Arról fogok fogadni, hogy hogyan készülnek a hétvégére. Jó reggelt kívánok! Hogyan készültetek a szezonra? Mikor nyitott nálatok a strand? Jó reggelt kívánok! Június 1-től nyitottuk a strandot ebben az évben. Én azt gondolom, hogy sok megelőző tevékenységen vagyunk túl, nagyjából egy másfél hónapot dolgoztunk. Mind a műszaki, mind a személyi feltételek megteremtésén, ahogy szerintem más üzemeltető társunk is nagyjából ezt teszi. A műszaki felkészítés az talán az egyszerűbbik ezek közül, hiszen nagyon jó ajánlásaink és utasításaink vannak, hogy a téliesített medencékből hogy lehet nyáron üzemelő medencét készíteni. Személyi feltételek azok már kicsit összetettebbek, ilyenkor a személyzet feltöltése egy komoly kihívás erre a 3 hónapra, de sikerült egy szakképzéssel megoldani a vízimentőket, úszómestereket, medenceőröket és csúszdakezelőket az idei szezonra. Hány medence van itt a Lövér strandon, illetve hogyan készültök akár egy ilyen hétvégére, amikor nagyon melegre lehet számítani? A strandon 4 medence áll rendelkezésünkre, ebből 2 élménymedence van, ami tartalmaz élménymedenceket, nyakzuhanyokat, buzgárokat. Van egy csúszda fogadó medencénk, ami 3 csúszdával csatlakozik, és van egy úszó medencénk, hogy az úszás szerelmesei is itt a napon tudják ezt a sportot űzni. Egyébként erős hétvégékre júliusban szoktunk, vagy számítunk, az a tendencia. Ilyenkor plusz elsősegélynyújtó mentőtiszttel készülünk, aki tud ebben segíteni nekünk. De egyébként egy könnyű nap is olyan, mint egy nehéz, ugyanaz a személyzet kell, hogy vigyázza a strandolókat. Én azt gondolom, hogy júliusra kell leginkább felkészülnünk. Picit mesélj arról is, ugye most jön az igazi strandidő, hogyan figyeljünk, milyen balesetek történhetnek itt a strandon? Hát az előző sok éves tapasztalatból azt emelném ki, hogy azért amikor egy család nyáron eljön strandolni és sok gyereket hoz magával, akkor arra kell nagyon odafigyelni, hogy meg kell próbálni a gyerekeket viszonylag összetartva egy helyen, egy medencében, ha lehet tartani. Persze, hogyha nagy a korkülönbség, akkor kicsit nehezebb ez, de mindig az a nagyon fontos, hogy olyan játékokat, olyan medencéket engedjünk a gyermekeknek, ami az ő korosztályuknak, magasságnak megfelelő. Nagyon jó példa erre például a csúszda. A csúszdázáskor nagyon karakánul be kell tartanunk a szabályokat, és itt ami legfontosabb, hogy a gyerek magasság az izgalmas. Az, hogy nagyon jól tud úszni a gyerek, az tény, de hogyha belecsúszik a csúszdafogadó medencébe, 120 cm-es vízbe, akkor nagyon fontos, hogyha feláll, kiérjen a válla, mert hirtelen nem tudja, hogy merre van a fel vagy a le, hogyha bekerül a víz alá, ez egy nagyon fontos alaptézis. Meg nem, ugye nem szabad fejjel lefelé és a tiltott testhelyzetekben csúszni. Ezt egyébként a kollégáim itt folyamatosan felügyelik és tartatják be. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, akkor jó tanácsokat is kaptunk a hétvégére, érdemes ezekre is figyelni, és nagyon meleg lesz, úgyhogy érdemes strandra is kilátogatni ezen a gyönyörű hétvégén a Szó a stúdióé. Emőke, köszönjük szépen!